A Tolnai Család és Gyerekjóléti Központ munkatársai időről időre szerveznek olyan akciókat, melynek bevételéből a rászoruló családok számára nyújthatnak segítséget. Eddig csak az iskola kezdést megelőző vagy az advent idején szerveződő segélyakciókra gondolni. Ezúttal újabb, olyan program előkészítését dolgoznak, mely a város civil szférában dolgozó szervezeteinek összefogását igényelte. A világhírt befutott Live Aid mintájára született meg a Tolna T-Aid akció. 2021. augusztus 21-én este 6 órakor 9 tolnai szervezet jótékonysági koncertet szervez Tolnán a római katolikus templomban. Évek óta hagyományá vált már ezen tolnai szervezetek összefogása a jótékonyság jegyében. A jótékonysági koncertből befolyó összeg karitatív célra szeretnénk fordítani. Tolna városában elsősorban gyermekek által használatba vehető közösségi játékra szeretnénk fordítani. A koncertre a belépés díjtalan, de örömmel fogadunk minden támogatást. Támogató jegyeket előzetesen itt a Családsegítő Központban lehet igényelni. A településen működő civil közösségek jótékony célú összefogásának sok éves hagyománya van. Soha nincs kötelező részvétel egyetlen akcióban sem, a szervezetek maguk döntik el, mikor segítik a szervezők munkáját. A tapasztalat az, mondja Székely Anikó, hogy minden szervezet működteti a saját kapcsolatrendszerét, így sikerül adott esetben az adományok összegyűjtése. A tolnai jótékonysági programoknak sikerült megnyerni a helyi és országos ismertségű előadókat is, általában olyanokat, akiknek van helyi kötődése. Így lesz ez most is, hiszen Lajtai Kati ismét az est vendége lesz, mint annyiszor már, ha ideje engedi és hazalátogat. Ezen a felvételen a legutóbbi adventi jótékonysági esten énekelt. Az ismert énekesnő mellett ezúttal egy tolnán is közkedvelt helyi zenekar a partvisi színpadra lép. A banda most egy akusztikus változatú formációban áll a nézők elé. Helyi zenekart szerettünk volna, fiatal zenekart, akik tudnak azonosulni a céljainkkal. Nagyon örültem, amikor az Anikó megkeresett, hogy ezzel a céllal, hogy lesz egy jótékonysági koncert, én fontosnak tartom a jótékonykodást, és nagyon örültem, hogy minket hívott. A tapasztalat azt mondja Székely Anikó, hogy az emberek szívesen jönnek el a helyi csoportok fellépésére egy jótékonysági esten, ezzel egy kicsit magukénak is érzik az akciót, hiszen saját barátaikat, ismerőseiket látják a színpadon. A szervezők azt tervezik, hogy a remélhetőleg tisztességes bevételből utcai pingpongasztalt állítanak föl Tolnán, vagy elkészítenek egy színes ugróiskolát a Dunaparti játszótéren, amit mindenki kedve szerint használhat majd.